A házelnök megállapította, hogy a költségvetés megfékezheti ugyan a további hanyatlást, de a kellő ütemű fejlődést mégsem biztosíthatja. Fontos célul jelölte meg a szegénység és a korrupció elleni harcot. Meg vagyok győződve, hogy a 100 leggazdagabb szerbiai polgár, azok a nyerészkedők, spekulánsok, háborús nyerészkedőknek a vagyona sokkal nagyobb, mint az egész köztársaság költségvetés. Az államnak el kell gondolkozni azon, hogy amíg ezeket az urakat és hölgyeket kellőképpen nem szankcionálja, addig mi a szegénység elleni harcról és annak eredményéről nehezen fogunk beszámolni. A 2010-es év egyik jelentős akciója a Nyitott Napok sorozat, amelynek révén a polgárok betekintést nyerhettek a tartományi képviselőház munkájába. 2011 elején Adára, Bácsra és Hócságra látogat el a parlament küldöttsége. Fontos Vajdaság és Szerbia nemzetközi megítélése is, és ebben tartományunknak vezető szerep jut, mondta Egeresi, majd hozzátette. Az eredményes felzárkózást hivatott szolgálni Vajdaság brüsszeli irodájának megnyitása, valamint a küszöbön álló nemzetközi jelentőségű események is. Április 5-én és 6-án Újvidéken tartjuk meg a dunamenti országok és régiók parlamenti elnökeinek csúcstalálkozóját. Ezen valójában meghatározok azt a politikai stratégiát, amely mentén úgy a kommunikáció, tehát a kapcsolatteremtés, a kapcsolattartás, illetve a Duna stratégia realizálása fog terítéken szerepelni. Június végén pedig a magyar elnökség legvégén, a Duna napján pedig hivatalosan ünnepi esélyen is Budapesten ki fogják hirdetni a Duna stratégiát, amely meggyőződésem szerint egy új alapra helyezi a dunamenti népek úgy kommunikációját, együttműködését gazdasági, kulturális és politikai értelemben is, és ami a legfontosabb, hogy ennek a stratégiának az akcióterv alapján figyelembe kell, hogy vegye az itt élő emberek, az itt élő polgárok, közösségek, települések érdekeit, hiszen csak itt tudjuk majd eredményessé tenni a Duna stratégia megvalósítását.